Amikor Hán Jánost, a Paksi FC és az egész NB1 pillanatnyilag legeredményesebb játékosát, a Puskás Akadémia ellen 4 gólt is szerző futballistáját, már korábban arról kérdeztük, van-e valami változás plusz dolog abban, hogy többször helyzetbe tud kerülni egy-egy meccsen, mint ezt megelőzően bármikor. Nos, az első számú gólvadász a mögötte működő Paksi középpályás sor és a védelem összmunkáját említette, amit letámadásnak neveznek. Amit a PFC az új edzővel, Bognár Györggyel a mérkőzések nagy részében csinál, labdavesztés után. Nem csak a labdát birtokló ellenfél játékos támadja le, minimum 2 paksi játékos, hanem az adott területen együttes csapatmozgással passzolási sávokat is zárják a zöldfehérek, miután a labda megszerzését követően az ellenfél térfeléről visszatámadhatnak. Sokszor tempóelőnyben, létszámfölényben, rendezetlen védelemmel szemben, gólhelyzeteket kecsegtetően. És a paksi támadások és a paksi támadók Hán, Sabján, Haraszti, Ádám Martin élnek a felkínálkozó lehetőséggel. Olyan leghátul hibázó, lassúnak, fejben nem teljesen rendbe levő csapatnak, mint a válságban levő Puskási Akadémia, ilyeneket megszórnak gólokkal, 50 rámoltak be nekik hazai környezetben az OTP Bank Liga legutóbbi fordulójában. És ezúttal még az is belefért, hogy 2 gólt kapjon a bajnoki tabellán már a 2. helyen záró csapat. Az egész pályás letámadás rendkívül fegyelmezett, összehangolt munkát igényel legfőképpen a középpályásoktól, hiszen minden késlekedés, ütemvesztés, egyéb hiba azonnal megnyitja az éppen aktuális ellenfélnek a nagy gólhelyzetekkel kecsegtető visszatámadás lehetőségét. Erről a szakmailag érdekes témáról szólaltattuk meg a Paksi középpálya egyik, hanem a legjobbját, Balogh Balázst, aki a labdaszerzésekben élen jár, aki agresszivitásával is példát mutat, aki olykor vezérli is az ellenfél játékát elrontó Bognár György által kért és párját ritkító a rövid idő alatt betanult holland típusú letámadást. Mondhatni, hogy szerencsések vagyunk, mert nem kellett idő, hogy felvegyük ezt a játékot, amit ugye a Bognár Gyuri elképzelt és próbál megvalósítani. Nagyon fontos volt ahhoz, hogy ugye az első mérkőzés, amikor elkezdtük ezt játszani, jött a váltás, akkor jöttek az eredmények is, és szokták mondani, hogy ha eredmény van, akkor van minden. Úgyhogy szépen lassan hétről hétre, meccsről meccsre, ahogy ugye 3 győzelemmel kezdtünk, egyre jobban belejöttünk, nagyobb lett az önbizalmunk, a hétközben, amit gyakoroltunk, azt kivittük a pályára, és úgy néz ki, hogy eddig sikeres. Nyilván nagyobb erőfeszítést igényel, amit említett, mert azért láthatjuk a modern focit, amit a mai Bajnokok Ligájában és a magas top szinten képviselnek, nagyon nehéz hozzá alkalmazkodni, de ezzel a taktikával mondhatni meg is könnyítjük a helyzetünket, mert megfojtjuk az ellenfél játékát ezzel a egész pályás letámadással, és hát eredményesek vagyunk. Nagyon fontos, hogy azokat a helyzeteinket, amik vannak a mérkőzésen, már az elejétől fogva értékesítjük, úgyhogy ez pedig a támadóknak az érdeme. Mióta középpályán én próbálom irányítani a többieket, próbálunk minél több labdát szerezni, és ezzel kiszolgálni a csatárokat, de ugyanúgy említhetném hátul a Daniékat, Géváékat, Szabó Janiékat, mert ugye előről indul a letámadás, de az egész csapat részt vesz benne. Önkéntelenül fölvetődik a kérdés, hogy az NB1-es mezőny 2 meghatározó csapata, a Ferencváros és a Videoton ellen, amelyben sokkal jobb képességű játékosok futballoznak, mint a paksi csapatban, be tudja vállalni ezt velük szemben is, a komoly kockázatokat rejtő középpályás, olykor egész pályás letámadást a PFC. Felkészítenek minket a Gyuriék. Nyilván ez a két csapat azért más játékot kell ellenük játszani, de azért az alapjátékunk, az alaptaktikánk az meg fog maradni. Beszéltünk már róla, hogy milyen meccsek vannak előttünk. Ezzel a két csapattal pont itthon találkozunk. Ez számunkra azért előnyös lehet. Nyilván hazai pályán játszunk, hazai közönség előtt.
folytatnunk kell ezt, amit csinálunk, és tényleg jó lehet. Látva Balogh Balázs immáron tartósan jó teljesítményét, hiszen a tavasz idényben, amikor a bentmaradás volt a tét, még Ostermayer Gábornál is remekül játszott, hiánya egy más felállásban is megérződött a csapaton. Megkérdeztük tőle, gondol-e arra, hogy az Újpestnél túl korán lemondtak róla, a paksiak nem kis örömére? Nagyon jó kérdés, de diplomatikus választ szeretnék erre adni. Nyilván azért a második otthonom, ezt mindenki tudja, itt a klubban is, azért itt a csapattársaimmal elég sok nagy csatát megvívtunk 2010 és 2017 között. Most úgy érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok. Jó helyen vagyok, jó csapatban vagyok, jó edző van a csapat mellett, a vezetés is mindent megpróbál megadni a csapatnak. Meglátjuk, hogy mi lesz ebben a szezonban. Nyilván hatványozottabban, nagyobb erővel készülünk minden héten, hogy tudjuk, hogy ez a Fradi és a Vidi húz minket előre, és ott vagyunk a dobogon. Nem lehet más célunk, mint az, hogy tényleg minél jobb eredményt elérjünk. A válogatott meccsek miatti két hét szünet lehetőséget ad a paksi taktika további tökéletesítésére, miközben a csapat szép számmal növekvő szurkolói már nagyon várják a PFC soron következő bajnoki mérkőzését, a kisvárdai fellépést.